Üdvözlöm a csatornám hallgatóit és az Egyensúlyban Önismereti Klub tagjait. Volner Miklós, tudatosságfejlesztő, életvezetési mentor, spirituális tanító vagyok, és ma egy olyan meditációs technikáról fogok beszélni, amivel átvihetjük tudatosságunkat más, nálunk egyszerűbb létformákba, megtapasztalva így a tudatosság sokféleségét. Előre is köszönöm, hogy megtekinted ezt a videót, és egyúttal kérlek, támogass tudatosságfejlesztői munkámat azzal, hogy egy kattintással feliratkozol a YouTube csatornámra, vagy kommentelsz a videó alatt. A meditáció lényegének megértése című videómban már kifejtettem, hogy a meditáció folyamatában megszabadulunk lényünk illuzórikus részétől, a személyiségünkkel való azonosulástól, hogy elérjük a tiszta tudatosság szintjét, ami már nem a testhez kötött állapot. Amikor megszabadulunk a test kötöttségétől, a tudatosságunk szabaddá válik, így megtehetjük azt is, hogy fókuszunkat egy másik élőlény tudatába projektáljuk, hogy megtapasztaljuk, milyen egy másik létformaként létezni. Habár ez a gondolat már szinte mesébe illően földön túlinak tűnhet, az óegyiptomi misztériumiskolákban, ahol hosszú éveken keresztül készítették fel a tanítványokat az ébredés, a megvilágosodás ősélményére, bizony ez a meditációs módszer a kötelező gyakorlatok része volt. A tudatátvitellel járó meditáció velem először spontán módon történt meg. Amikor még Angliában, egy Oxford közelében lévő kisváros külterületén éltünk, szabadidőmben előszeretettel vonultam ki a közelünkben lévő tavakhoz, vagy a vad Temzéhez, hogy feltöltsem magam a káprázatos élővilág nyújtotta gyógyító rezgésekkel. Volt egy kedvenc rejtekhelyem, ahol előszeretettel ültem le meditálni, és ahol a természet emelő erején vitorlázva, általában könnyedén kerültem transzcendens tudatállapotokba, válaszokért kutatva aktuális kihívásaimra. Egy alkalommal azonban képtelen voltam a megszokott frekvenciára hangolódni, mert volt egy olyan érzésem, hogy valamiféle külső erő minduntalan betolakodik az aurámba a bal oldalam felől. Kinyitottam a szemem, és az erő irányában mindössze egy fát láttam a víztükre fölé borulni. Újra próbálkoztam, de az erő, mintha kifejezetten kopogtatott volna a fejemben. Fogtam magam ezért, és a figyelmem a fára összpontosítottam, ahonnan rövidesen a fejemben az enyémektől eltérő gondolati hullámok érkeztek, valahogy így. Meghívlak most magamba, mondta bennem a fa. Azt akarom, hogy érezd, amit én érzek. Még át sem gondoltam ezt az abszurd helyzetet, már is érezni kezdtem a törzsem szilárdságát, a gyökereim erejét, és bennük az áramlást, ahogy a talajban lévő vízben oldott kincsek felfelé áramlottak bennem. Éreztem az ágaim rugalmasságát, a lombozatom súlyát, a leveleim mozgását, lélegzését a pórusaimon keresztül. A következő pillanatban egy felhő eltakarta a napot, és finom, szitáló eső kezdte bepermetezni a lombomat. Őrületesen csiklandós érzés futott végig több százezer levelemen, majd mikor egy szélfúvallat érkezett, frissítő, hűvös érzet söpört végig minden sejtemen. Amikor pedig a felhő mögül előbukkant a nap, a meleg, az öröm és a fény extatikus hullámai söpörtek végig az egész lombkoronámon. Az időjárás minden egyes változása, rezzenése minden pillanatban valamiféle gyönyörrel ajándékozott meg. Miközben folytonos összhangban, kapcsolódásban, közös lélegzésben, befogadás-adásban lüktettem együtt a körülöttem burjánzó természettel. Az idő elveszítette a jelentőségét, nem volt ott hirtelen semmi más, csak az élet végtelen, csodálatos, szeretettel és elfogadással teli szenvedélyes szimfóniája. Nem létezett többé határidő, feladat, teljesítménykényszer vagy megfelelés, csak a jelen pillanatban végtelenül kiterjedő, áldott, nyugodt, áramló létezés. Ekkor a fa valahogyan kiszorított magából, és fejemben hallatszó hangján így búcsúzkodott. Ti emberek az összes lény fölé képzelitek magatokat a természet uraiként. Magatokról pedig úgy gondolkodtok, hogy az emberi önmegvalósítás csúcsa a megvilágosodottság, amikor végre megszabadultok a tettektől fűtött szenvedéskörből, és a pillanatban mozdulatlanul megpihenve, a jelenben belétek költözik a békesség és a harmónia az összes többi lénnyel. Pont úgy, ahogy az előbb bennem tapasztaltad. Többségetek egy egész életnyi keresés után sem találja meg ezt az állapotot, mégis minket gondoltok alacsonyabb rendűeknek, akik a születésünktől fogva mozdulatlanul lebegünk a jelenlét áldásaiban. Ezen érdemes egy kicsit meditálni, nem? Szólt bennem az ironikus hang, majd eltűnt az erő az aurámból.
Egy másik alkalommal kedvenc hazai elvonulóhelyemen az Ipoly partján üldögéltem és szórakozottan figyeltem egy raj muslincaszerű rovar táncát a partmenti csalános felett. Elgondolkodtam rajta, hogy vajon miféle oka lehet ennek az őrületes táncnak, mely közben az apró lények nem értek egymáshoz, csak lebegtek, kacskaringóztak látszólag minden értelmes cél nélkül a délután aranyló napfényében. Eszembe jutott, hogy talán megpróbálkozhatnék a tudatátvitellel, hát ha így valami érdemleges válaszra bukkanok a jelenséggel kapcsolatban. Minden figyelmem a rovarok táncára irányítottam, alaposan megfigyeltem őket, majd lehúnytam a szemem és közéjük vetítettem a tudatosságom. Elképzeltem pici rovar testemet, a lábai ízesüléseit és a szárnyaimat, amelyekkel őrült tempóban verdestem. Az idő valahogy lelassult, és a többiek mozgása egészen könnyen lekövethetővé vált, így bőven volt idő elkerülni az összeütközéseket. Feltettem magamnak a kérdést. Vajon mi az ördögöt művelünk mi itt? Ekkor észrevettem, hogy a lemenő nap fénye aranyló energiával tölti fel a testemet, és én azon igyekszem, hogy sikeresen benne tartsam magam a fénypászmában. Mivel el akartam kerülni, hogy a felvett energiát elpazaroljam a repüléssel, így egy csalánlevél felett igyekeztem megtartani magam, amelyet úgy szintén felmelegített a nap, és a róla visszaverődő hősugárzás apró termékeinek emelő hatását használtam ki a könnyed repüléshez. Körülnéztem és láttam, hogy minden rovartársam azzal van elfoglalva, hogy a levelek feletti emelő légörvényeken egyensúlyozva liftesztette magát fel és alá. A tudatosságunk valamiféle összeolvadt állapotban volt, és semmi más nem éreztünk, mint egyfajta közös, vég nélküli örömöt, amit a fény, az energia és a táncszerű mozgás váltott ki belőlünk. Ilyen tapasztalásokkal te magad is kísérletezhetsz, ha hajlandó vagy rászánni az időt, és képes vagy leküzdeni az illuzórikus személyiséged azon ellenállását, ami azt csúgja, hogy ez csupán egy gyerekes hülyeség, vagy hogy valójában nem is működik, csak ez a bolond fickó találta ki arra, hogy csúfot üzzön belőled. Egy cserépvirág biztosan van a te otthonodban is, vagy egy faház előtt, mielőtt összetettebb létformákkal kezdenél kísérletezgetni. Ülj le a meditáció tárgyával szemben, és miközben egyenletes, lassú, mély légzésbe kezdesz, alaposan figyeld meg a veled szemben lévő élőlény minden egyes porcikáját, hangolódj a rezgéseire, kapcsolódj össze vele, és képzeld el, milyen érzés a bőrébe bújni. Ne legyen benned erőfeszítés, elvárás, csak hagyd, hogy megtörténjen. Ne akarj vele beszélgetni, csak éberen figyelj az érzéseidre, és légy nyitott mindenre, ami érkezik. Érezd meg, mit akar számodra üzenni az életről. Lehet, hogy csak egy testérzet lesz, egy érzelem, de érkezhet belső hang, gondolat vagy akár vízió is. Kezdj hozzá most azonnal, és használd fel hozzá a zenét, ami a továbbiakban is itt fog hullámozni veled. Izgalmas kísérletezést kívánok! Napi rendszerességi tudatosságfejlesztő tartalmakért, önfejlesztő módszerekért és élő online jóga órákért jelentkezz az Egyensúlyban online önismereti Facebook klubba, melynek elérhetőségét a videó alatti jegyzetben találhatod meg. Csodás tapasztalásokat kívánok minden gyakorlónak! Ha tetszett a videó, nyilvánítsd ki véleményed a videó alatti megjegyzés rovatban egy köszivel, és iratkozz fel YouTube csatornámra. Namaste!
Thank you.